településünk úgymond első legjelentősebb napját szeretném kiemelni ezáltal. Ez Magyar Kanizsa település napjának alkalmából, amikor is arra 1751-re emlékezünk vissza, amikor Mária Terézia mezővárosi rangot és vásártartási jogot adományozott Magyar Kanizsának. Az évforduló mindig egy kivételes alkalom, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszak munkájára, és felidézzük mindazt, amit közösségünk elért. Magyar Kanizsa büszkélkedhet gazdag történelmével, amely mélyen gyökerezik a múltban, és amelyben a helyi közösség mindig is központi szerepet játszott. Úgy gondolom, hogy értékelnünk kell az elődeink által végzett kemény munkát, és elkötelezettséget, amely jelenben is megnyilvánul. A program, ami június 28-án megszervezésre kerül, ugye a díszülés mellett, tehát lesz egy díszülés, illetve azután pedig emléktáblát fogunk leleplezni itt a helyi közösség épületén. A maga az emléktábla egy kivételes alkalom, mivel ugye első alkalommal meghatároztuk, hogy az 1751. június 28-a legyen, és a tábla magában egy olyan megemlékezés, tehát röviden csak elmondanám, hogy a kiváltság levélnek az első oldala helyezkedik el a táblán, és mellette a dátum, ami erre az időszakra, vagyis erre a dátumra vonatkozik. A díszülés után, ugye amikor a közösség elismeréseinek átadására kerül sor egy ünnepi műsor keretében, a díszülés után az emléktábla leleplezése kerül sor, illetve a legfontosabb azok a délutáni programok, amit a Tiszaparton, a strandi Tiszaparton fogunk megszervezni. Délután 5 órai kezdettel lesz itt gyerekfoglalkoztatása, tehát főközpont a Tiszapart és a gyerekfoglalkoztatások, hogy megünnepeljük ezt a dátumot. Tehát 5 órai kezdettel egy DJ fogja szórakoztatni a strandra látogatókat, illetve 6:30-kor egy mozaik party band lesz a kis színpadon, valamint 9 órakor este folytatódik a DJ Irvine. Kísérő programok, ahogy említettem, mindegyike ingyenes a gyermekeknek. Lesz itt lábsöprő, arcfestés, ugrálóvár, bungee trambulin, és örömömre szolgál azt is bejelenteni, hogy a medence aznap ingyen, a nyitott standmedence ingyen lesz használva, tehát ingyen látogathatják az odalátogatók. Mindenféleképp a díjtalan a belépés. Hát mindez mellett lesznek még foglalkoztatások, lesznek koktélok gyerekeknek, felnőtteknek. Megpróbálunk egy olyan programot eltölteni aznap, ami ezt a neves dátumot, erre a neves dátumra meg tudunk emlékezni.